mindenkit ezen a ma esti fórumon. Mindenki tudja, hogy még 22-én parlamenti választások lesznek, és a sok jelölt közül voltak olyanok, akik megtiszteltek bennünket. A jelenlétükkel és érdeklődésükkel fontosnak tartották, hogy a településünkkel milyen probléma és milyen teendők várnának a mi képviselőnkre. Ma este Kéz Zoltán független parlamenti képviselőjelölt urat fogjuk meghallgatni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy egy interaktív beszélgetés legyen. Kérben milyen probléma vagy kérdés felmerül, itt a lehetőség arra, hogy föltegye a képviselőjelölt úrnak a kérdéseket. Remélhetőleg egyenesen meg is fogja őket válaszolni. Nyílt kérdésekre, nyílt válaszokat szeretnénk várni. Nem körbefontolt dolgokat, hanem valós véleményeket és hát igen, valós véleményeket leginkább. Úgyhogy én át is adnám a szót a képviselőknek. Persze, ahogy ez. Szép esélyt kívánok mindenkinek, Kéz Zoltán vagyok. Hát ahogy a polgármester azt mondta, én is abban hiszek, hogy a lakossági fórum szóljon arról, hogy dialógus van és beszélgetés. Ez ami hiányolott különben ebből a kampányból, mert azt látom, hogy a fő ellenfélre nem hallani semmilyen vitára, márpedig én úgy gondolom, hogy egy normális képviselő demokrácia az arról szólna, hogy nem csak, hogy lakossági fórumokat tartunk, beszélgetünk az emberekkel, hanem hogy az emberek megismerjék azt, hogy a két jelölt, hogy vitázik egymással, hogy képviselik azokat az ideológiákat, amiket éppen képviselnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a lakossági fórumnak az első részében egy kis röviden beszélek arról, hogy én ki vagyok valójában, mit képviselek, miért vállaltam el azt, amit most elvállaltam, és utána tényleg szeretném, hogyha az lenne a történet, hogy beszélgetünk egymással, mert csak úgy tudjuk megismerni egymást, hogyha nem egy monológot hallgatunk végig, hanem hogy önök is elmondják, hogy mik itt járjon a problémák, és mik azok a problémák, amelyekben egy későbbi képviselő akár tud önöknek segíteni, és hogy önök hogy látják a településnek gondjait, bajait, milyen kitörési pontokat látnak, tehát ilyesmikről lehetne beszélni. Először arról szeretnék szólni egy pár szót, hogy miért vállaltam ezt a képviselőséget. Nagyon egyszerű, valószínűleg azért vállaltam, amiért önök is vállalták, hogy most este itt vannak és meghallgatnak engem, mert nekem is tele volt a hócipőm az egész rendszerrel, ezzel az egész elmúlt 4,5 évvel, ami Magyarországon zajlik. Sokszor azt látom, hogy beszélgetek emberekkel, ahogy járom a falvakat, meg a Veszprémet is, hogy az emberek többségének olyan problémái vannak, hogy elmennek a fiatalok, hogy az én 13 éves gyerekem is már most beszélget arról, hogy hát, hogy Amerikába iskolába, vagy Angliába iskolába. Én itt nőttem föl ezen a környéken, veszprémi vagyok, 41 éve itt születtem, és szeretném, hogyha az én gyermekeim mindenkor is nem kelljen kimenniük külföldre dolgozni. Alapvetően azért, mert motiválva érzem magam abban, hogy mint civil, mint civil szervezet vezető hallassuk a hangunkat, ne csak az utcán, hanem a parlamentben, mert fontos az, hogy az utca népe, az egyszerű embernek a hangja is bejusson a parlamentbe, és hál' Istennek az én függetlenségem erre egyfajta garancia, hogy bekerülhet az utca hangja a parlamentbe. Tehát alapvetően én tényleg azért vállaltam el, mert úgy gondolom, hogy tudok segíteni azon a közösségen, amelyben én az elmúlt 41 évben éltem, és pont azért, mert ott helyben Veszprémben például ismerem azért a többségnek a problémáját, hitelesen is tudok képviselni egy olyan politikát, amiben én hiszek. Magamról egy pár szót, mondom, 41 éves vagyok, két kisfiúnak az édesapja, nekem két szakmám van, angoltanár és sportriporter, ez a kettő, amit műveltem rövidebb-hosszabb ideig. Én az ELTE-n diplomáztam, majd Balaton-Almádiban tanítottam a kétanyelvű gimnáziumban 6 éven keresztül, és egy évig az Egyesült Államokban tanítottam amerikai történelmet amerikaiaknak, ami egy jó kis kihívás volt az életemben, de abban segített ez a kihívás, hogy megismerjem egy teljesen más kultúrát, egy teljesen más gondolkodásmódot, megismerjem azt, hogy mennyire nyitottak az emberek, színesek az emberek, és mennyire máshogy állnak hozzá a mindennapi élethez, máshogy állnak hozzá például a civilséghez, amiben én azóta is nagyon hiszek, hiszen azt láttam ott, hogy ott
pont a, ami miatt működik az ország, az pont a mikroközösségek, a kisközösségek, az, amit most például a jelenlegi kormányzat, az Orbán kormányzat próbál elnyomni, hiszen a mikroközösségek azok, akik tudnak helyben döntést hozni. Látjuk azt, én mint volt pedagógus, látom azt, hogy például ami az oktatási rendszerrel most történik a centralizáció folyamán, az megöli az iskolákat, az tönkreteszi, hiszen miért okosabb valaki Budapesten az, hogy megmondja, hogy mondjuk milyen tankönyv vagy milyen tananyag legyen egy Szabolcs megyei vagy egy Veszprém megyei iskolában, amikor itt helyben önök tudnának dönteni ilyen dolgokról. Sajnos tényleg rossz irányban mennek ezek a dolgok, és én ezt, amit Amerikában tapasztaltam, az pont ennek az ellentéte volt, és én szeretném, hogyha valami hasonló megkonosodna itthon is. Akkor visszatérve egy kicsit az életpályámhoz, és visszatítottam. Tanítottam Almádi után az egyetemen, Veszprémben 2 évet, az ELTE-n 1,5 évet, és közben sportriportert tettem elég sokat, önök még emlékeznek a Rádió Jam-re, gondolom, ott voltam én Veszprémben a sportfőszerkesztő, meg a Veszprém TV-nél is dolgoztam, tehát úgy eléggé kalandos volt az élet, valamint Veszprémben van a családunknak egy jó nevű étterme, ahol felszolgáltam is, tehát 18 éven keresztül hétvégenként, meg nyaranként dolgoztam pincérként, tehát tisztában vagyok azzal, hogy mi a szellemi munka, tisztában vagyok azzal, hogy mi a fizikai munka, mindegyiket megtapasztaltam is, és úgy gondolom, pont emiatt én hitelesen tudom képviselni azt az embert is, aki fizikai munkás, meg azt is, aki szellemi munkás. A 2000-es évek közepétől tankönyvírásba kezdtem, 5 tankönyvet írtam, most a televízió, most az egyik régi tankönyvem már ki is figurázta, elég érdekes módon kivesztem belőle olyan részleteket, amiket ők viccesnek találnak. A lényeg az, hogy az elmúlt 10 évben nekem az én tankönyveimből kb. 150 ezer ember tanult Magyarország szerte, nagyon jó eladást produkálunk, és ez azt is mutatja, hogy jó munkát végeztünk. Tanítottam közben még mellett a Padányiban, a Télállásban, és ahogy a politikához pedig közel kerültem, az egy érdekes történet volt. Én először 2004-ben kerültem közelebbi kapcsolatba a politikához. 2004. januárjában megkért Navracsics Tibor és a Horga Gyula, mostani polgármester, hogy a Fidelitásnak legyek az elnök a Veszprémben, azt elvállaltam, mert úgy gondoltam, hogy lehet valami jót tenni a városért, egy ifjúsági szervezet élén, mert hittem abban, hogy lehet együtt dolgozni, és teljesen jön ki a szocialista, vagy a liberális, vagy a konzervatív, vagy a fideszes, SZDSZ-es, MSZP-s akkoriban, ugye úgy gondoltam, hogy lehet együtt dolgozni, és most is azt hiszem, hogy lehet együtt dolgozni, és teljesen mindegy, kinek ki mit gondol az életről ideológiailag, hogyha szakmailag ugyanazt tudják gondolni, és tudják előrevinni az ügyet, akkor lehet. Ez a Fideszben nem ült jól 2004-ben, 8 hónap után elváltunk egymástól békében, csendben, és annyi volt az én politikai karrierem 10 évvel ezelőtt. Majd 2010-től elkezdtem szemináriumra járni nyelvi egyetemekre, külföldön, itthon egyaránt, és sokat tanultam, főleg gazdasági témában. Egy évvel később, 2011-ben megalapítottuk a Szabadpiac Alapítvány barátokkal, és 2013-ban pedig a Polgári Platform Egyesületet. Ez a két szervezet már kvázi politikai dolgokkal is foglalkozott az alapítvánnyal. Például csináljuk a Kapitalizmus blogot a HVG-n, ami egy elég népszerű blog. Különböző gazdasági projektjeink voltak, a másik a Polgári Platformon pedig azt vizsgáljuk, meg azt vizsgáltuk az elmúlt időszakban, hogy a kelet-európai régióban a szélső jobboldalnak miért olyan nagy a népszerűsége, amilyen. És ezekben a témakörökben elég sokat publikálunk, előadásokat tartunk, konferenciákat tartunk. Én az elmúlt 2 évben több mint 20 országban jártam előadni, és inkább azt mondom, sajnos, mert ha itt minden rendben lenne, akkor nem kellett volna elmenni előadást tartani arról, hogy itt éppen mi miért nem működik. És ez egyfajta politikai tartalommal is bír már, amivel itt foglalkoztunk. És eljutottunk 2014. november 17-ig, amikor volt Veszprémben a közfelháborodás napja, amelynek az egyik szervezője voltam, és az egyik felszólaló is én voltam. És ezután a rendezvény után volt az, hogy nagyon sok civil és politikus is megkeresett, hogy mi lenne, hogyha belevágnék ebbe a nagy kihívásba. Nekem aznap volt 3 napos a gyermekem, úgyhogy gyorsan meg kellett a feleségemmel beszélni, de ő is nagyon toleráns volt ebben, és azt mondta, hogy ha úgy gondolod, hogy ez egy jó ügy, akkor csináld. És én úgy gondolom, hogy ez egy jó ügy,
és látva azt, hogy azok a pártok, akik felsorakoztak mögöttem, ők is hoztak egy bölcs döntést, hogy respektálják az én függetlenségemet, és mégis támogatnak, segítenek sok mindenben. Úgy gondolom, hogy ők is látják azt, hogy Magyarországnak egy új alternatíva lehet ez a fajta civilség, és közösen együtt, amennyiben sikerül a 22. után, lehet egy normális országot építeni. Sokszor beszélünk kétharmadról, de úgy gondolom, hogy sokkal többről szól ez a választás, mint a kétharmad. Ugye? Ez arról szól, hogyha egy olyan választókörzetben, mint az egyes választókörzet itt Veszprémben, Veszprém megyében, ha itt sikerül legyőzni a kormánypárti jelöltet, akkor azt majd áprilisban talán Tapolcán is, és legkésőbb 2018-ban el lehet zavarni ezt a kormányzatot, mert úgy gondoljuk, hogy az az irány, ahol az ország most éppen van, azon az úton, azon nem szabad tovább menni. Az elmúlt, hát most már mondjuk másfél hónapban a kampány során eljutottunk az összes településre, Jászban is voltunk már kétszer, plusz én voltam egyszer a polgármester asszonnyal beszélgettem, és már szórólalkoztunk, találkoztunk emberekkel, és a találkozás az odáig jutott, hogy nagyon sok ember segített abban nekünk, hogy felmérjük, hogy mik a problémák a régióban. Itt a problémák között ugye felvetődött az is, amiről már beszéltem, hogy elmennek a fiatalok, nincsenek meg azok a munkalehetőségek, amikre mondjuk vevők lennének. Ha megvan munkalehetőség, azok a munkalehetőségek nem biztos, hogy megteremtik azt a fajta tisztességes bérezést, ami miatt az ember mondjuk szívesen itt marad. Ez nagyon sok helyen elhangzott, önök is gondolom elmondják most nekem, hogy itt helyben önök mit gondolnak. De mi arra írtuk a programunkat, hogy mik azok a kitörési pontok, amiben egy független civil jelölt, ha bejut a parlamentbe, tud segíteni. És hát amit kiemelnék belőle mindenképpen az, hogy én hiszek abban, hogy a kis településeknek a kitörése az mindenképpen az oktatásban van. És én annak egyébként a Almádban csináltam egy olyan alapítványt, amely azzal foglalkozott, hogy öreg, mert én oda is jártam, tehát öreg diákként csináltam egy alapítványt, ami azzal foglalkozott, hogy a tehetséges gyerekeket finanszíroztuk, segítettük abban, hogy jó helyen legyenek, jó helyen tanulhassanak. És úgy gondolom, hogy ezt a térségben is nyugodtan meg lehet csinálni, és nyugodt lelkiismerettel tudom ezt képviselni. Tehát mindenképpen egyik fő csapás irány nálam, mivel ugye ahhoz értek az oktatás, és az, hogy amit én látok most, amit már mondtam egyszer, tehát ez a fajta centralizáció semmi jóra nem vezet. Én Almágyban egy-két anyagú gimnáziumban jártam, ami egyfajta alternatív iskola, és most azt látom, hogy az alternatív iskolákat jelenleg Magyarország kormánya próbálja teljesen a háttérbe szorítani. Én azon fogok dolgozni, hogy a közösségek döntessenek az iskoláknak a sorsáról, és ne a kormányzat Budapesten. Nagyon-nagyon pozitívan élem meg ezt az elmúlt 6 hetet, bár ugye biztos önök is találkoztak különböző támadásokkal, ami személyem irányában történt. Ezekre nem szeretnék sem időt, sem energiát pazarolni, annyit elmondok, hogy azokat a, nem tudom, hogy hívjam őket, sajtóorgánumoknak, vagy minek, ezek a sajtóorgánumokat betereltük. Nem csak én, hanem a volt feleségemről is, mert a volt feleségemről is ugye az a hír, hogy én őt tanítottam és elvettem, ott nem tanítottam, de elvettem. És ő is most már beperelte őket, úgyhogy most én 41 éves korom még nem pereltem be senkit, most úgy mindenkit beperelek sajnos. És próbáltam sajtóhelyreigazítást kérni, de még egyelőre nem került erre sor. Úgyhogy látjuk azt, hogy a Fidesz fél, látjuk ebből is, hogy amilyen lejárató kampányt ők folytatnak, főleg a saját médiájukban, vagy mondjuk itt közmédiában is, ugye, ami a mi pénzünkből van. Tehát ez az elvtelen dolog, amiben én nem vagyok hajlandó belemenni, és nem is akarok igazából foglalkozni vele. Szóval dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani, és tényleg nagyon nyitott vagyok arra, hogy önök mit gondolnak, hogyan látják, milyen kérdéseik vannak. Iskola, az alapítványi iskola. Szeretném, hogyha Jászdiak kezdi végig gondolnák, hogy amikor szavaznak valakire, akkor ez egy fontos dolog legyen, hogy a mi képviselőjelöltünk hogyan fog szavazni. Én ugyanezt a kérdést felvetettem Németh Ivónak, tehát nekem, mint polgármesternek az az álláspontom, hogy a mi iskolánk, ami egy alapítványi iskola,
olyan képviselőjére van szükség a mi alapítványi iskoláknak, aki, amikor arról van szó, hogy szavazunk a támogatásról, az tudja, hogy Jászdon, ha megszűnik az alapítványi iskolának a támogatása, akkor tulajdonképpen kihúzzák alulunk a lólába. Tehát az a kérdésem és a kérésem, hogy amennyiben önt megválasztják parlamenti képviselőnek, akkor az a minimum, hogy a szavazásnál a mi iskolákra gondol, és azt tudja, hogy az alapítványi iskolának fenn kell maradnia, forrásokat nem lehet megvonni tőlük, mert ugyanolyan létjogosultsága van, mint bármelyik más iskolának is. Úgyhogy ez volna az kérdésem első körben, hogy ott szavaznak, és hogy amennyiben oda kerül, akkor kérésünk, hogy alapítványi iskolák támogatását szeretnénk kérni. Hát szerintem ebben nagyon lényegre beszélünk. Tehát amit az előbb én is elmondtam, mint egy olyan gimnáziumból jövő, meg olyan volt, ami tényleg egy alternatív iskola volt valamikor, mert most is az, és ott is megszűnnek ezek a támogatások, amik ugye régen voltak. Én azt látom, hogy az elmúlt, tehát a kliknek a bevezetése óta, meg amióta ez a központosított kormányzat van, azóta az alapítványi iskolákat teljesen lehetetlenítik. Az egyetlen alternatív oktatási forma, amit ez a kormány elismer, az egyházi oktatás, amivel ugyanúgy nincsen semmi problémám, hogyha egyenlően mérnék ezeket, hogyha egyenlő mércével néznék az alapítványi iskolát, az egyházi iskolát, az ilyen alternatív iskolát, meg az olyan alternatív iskolát. Nem lenne semmi gond. De ha visszanézzük az elmúlt időszaknak a döntéseit, akkor pont azt látjuk, hogy nem így volt, és hát én is elég sok iskola fenntartóval, alapítványi iskola fenntartóval beszélgettem az elmúlt jó pár évben, pont azért, mert én is tanár voltam, és hát katasztrofális, tehát az, hogy azok a anyagi bázisok, amik ugye régebben voltak, még a 2010-es évek előtt, azok kezdenek itt szépen ellapadni. A kormányzatnak abszolút nem érdeke az, hogy alternatív oktatást nyújtsanak. A kormányzatnak az az érdeke, hogy betereljék az embereket egy állami intézménybe, és abban az állami intézményben egyen gyerekek jöjjenek ki. Jász, hanem mondom az egész 25 településnek a sorsát így, ha mondhatom azt, tényleg szerintelenség nélkül tudom képviselni, mert az a saját lelkiismeretem szerint az, hogy én hogy döntök, és akkor Orbán Viktor fogja megmondani, hogy mit szavaznak. És ha megnézzük az elmúlt 4 évben, hogy szavaztak a Fidesz képviselők az alapítványi iskolára, én, mint tanár, nekem tényleg szívügyeme az oktatás. Főleg azért, mert most látom, tehát a nagyfiam most 8-os, most úgy néz, hogy Almádiba megy tovább, és én keresztbe teszem az ujjaimat, és azon indulok, hogy még akkor 5 évig megmenjen az iskola. Mert ez egy nagyon jó iskola. És szerintem nagyon jó, nagyon sok nagyon jó iskola van itt a környéken, azok a értékek, helyi értékek, amiket meg kell tartani. A függetlenségét, hogy azért ezt valahogy meg kellene magyarázni az embereknek, hogy mit jelent az, hogy valaki független, és mit jelent az, hogy független, de pártok által támogatott, mi az elvárás a parlamentben egy független képviselővel szemben, miközben úgy kerül fel, hogy pártok támogatták, vagy civil kezdeményezők, civilek támogatták. Ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg sokszor elhangzik. Hát alapvetően ugye, amikor én november 28-án bejelentettem, hogy indulok, én azt mondtam, hogy minden demokratikus erőnek a támogatását nagyon szívesen veszem. Én úgy láttam, hogy azok a pártok, akik engem támogattak, tehát az a 8 szervezet, mert itt van civil szervezet is köztük, de ezek a szervezetek nagyon bölcsen döntöttek, mert látják azt, hogy össze kell fogni, együtt kell dolgozni. Ez az, amiben én is hiszek, hogyha esetleg máshogy is gondolkodunk, de tudunk együtt dolgozni, mert ugyanazok az alapértékekben, alapdemokratikus értékekben hiszünk. Utána elkezdhetünk beszélgetni szakmai dolgokról. Hát erről szól az élet. Tehát ezt mondtam az elején, ez az, amit a Fidesz jelöltje nem hajlandó mondani egy vitára. Pedig úgy gondolom, hogy abból, hogy önök leszűrjenek egy jófajta álláspontot, arra az szükséges, hogy ütköztessük azokat az álláspontokat. És a függetlenség azt jelenti, hogy amennyiben bekerülök a parlamentbe, semmilyen frakcióhoz nem fogok beülni. Ezt a pártok akceptálták, azt mondták, hogy ez így nekik teljesen megfelel, ők nem fognak engem presszionálni, hogy be kell ülnöm, és én elmondtam az elején, hogy úgy vállalom ezt az egészet, hogyha tiszteletben tartják. Ők tiszteletben tartották, én tiszteletben tartottam azt, hogy ők nekem segítenek és támogatnak, és ez a kölcsönös tisztelet, kölcsönös segítség, kölcsönös munka, ez oda vezetett, hogy tényleg egy elmúlt 6-7-ben egy nagyon jó kis kampányt tudtunk lefolytatni közösen. Igen, hogy ha legyen úgy, hogy kb. A parlamentben,
és akkor magát el lehet érni valahogy, vagy el fog jönni időszerűen a járta. Na igen, ez a másik, hogy én tényleg ebben hiszek, hogy beszélgessünk, hogy a képviselet az arról szól, hogy valakit képvisel az ember. Nem arról szól, hogy otthon ülök a számítógép elől, és majd valamit kitalálok. Hanem arról, hogy eljövök önökhöz, hogyha egy programra meghívnak, vagy eljövök a polgármester asszonyhoz megbeszélni azt, hogy mit az akarom. Tehát erről szól a történet. Tehát természetesen különben én azt még nem vettem észre, hogy a képviselők, akik aktív voltak, már nem tudom, hogy tavaly az itt volt a Navracsics, hogy a diszpontmástert avatott, még arra sem volt képes, hogy nyugdíjas voltunk itt, hogy legalább jó egészséget kívánja a nyugdíjasoknak magába. Legalább mondta volna azt, hogy döbögjenek minden előtt, mert hogy nyugdíjas figyelmény. Annyi eszen nem volt a Navracsicsoknak. Itt volt Jászton. Nem tavaly, tavaly. Arra nem volt, ott annyit tiszteltet nem volt, hogy volt a nyugdíjas. Összejöttek. Összegyűjtik szépen azt, hogy voltunk ilyen előadás, egy én nagyon szívesen veszem minden meghívást. Nyugdíjasok, egy Bözsi, itt voltat egy, igaz? Egy, ennyi szót nem szóltam, hát jó egészséget kívánok, vélem, és sokáig. Magamban, hát legalább akkor mondtam volna azt, hogy döbüljetek, hogy mindenre nem kívülök nyugdíjat. Mert most ott úgy járunk, úgy vagyunk, hogy úgy becsapott bennünket, mint a 1,8 százalék nyugdíj emelés. Nem szerintem ma a pofájukat. Holott ugye én szokom nézni a tévét, hallgatom, nem úgy kőszámolni, hogy őszámolja a nyugdíjemelést, mert én szeretem a független politikusokat megmondták. Tavaly is átvágtak bennünket idén is. Mert tavaly is állom, nem tudom már, hogy volt, amit Görögországnak kiszámítani a nyugdíjat. Idén megint ők az inflációt csinálják. Ha most van nulla infláció, akkor nem is Görögországnak a nyugdíjemelést. Nekünk a bárki megint kellene szerintem. Mert most elmenni a havasokat. Komolyan az annyira bántották, hogy itt volt a tisztelt Navracsics úr, mert arra sem volt képes, hogy annyit mondjon a nyugdíjasoknak, hogy hát jó egészséget kívántok. Azért mondom, hogy én biztos elérhető leszek, és amikor beszélgetünk a polgármester asszonnyal, akkor is ez felmerült kettőnk között, és úgy gondolom, hogy pont azért, mert én hiszek abban, hogy a képviseleti demokrácia az, abban benne az, hogy képviselet. Tehát, hogy tudom, hogy önöket képviselem, meg tudom, hogy azt a 25 települést képviselem, ahonnan megválasztottak. Hát, na egy van itt, aki itt tudja, ez egy a zsíró, nem, abszolút, én annyira bántott, itt ültünk, ugye. Hát érthető, így van. Hát ott fönt, ez egy áll fönt, most annyira meg az öreg emberek, például az asszonyok, hogy annyit, hogy jó egészséget kívánok. Hát ám, mert ilyen van, ilyen képviselő, hogy miniszterelnök mellett, de tudja, hol van, soha így van, az elmény a legszebb. Erről csak ennyit. Köszönöm szépen. Az igazság másik oldalához hozzátartozik az, hogy Jászlónak eddig olyan parlamenti képviselői voltak, akik azért igyekeztek küzdeni a településért, és ez lenne a mi elvárásunk a következő képviselőtel szemben is, hogy ha arról van szó, hogy lobby tevékenység, akkor azért azt a küzdelmet megkapjuk olyan szinten, amennyire telik tulajdonképpen egy képviselőtől. Valószínűleg máshonnan indul egyik személy, máshonnan indul másik személy, lehet, hogy más tud elérni, de mi mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy a minden egyes képviselőjelöltnek felvázolt helyzetben nekünk, ha arra kerül sor, akkor a támogatását megkapjuk, lobby tevékenységét maximálisan bevesse az érdekünkben, és ez a minimum elvárás. Az számomra egy alapérték, hogy a település nem polgármesterének kell menni kuncsorogni a képviselőhöz, hanem a képviselőnek kell érdeklődni a települések iránt. Ezt én ez idáig a képviselő jelöltek közül tulajdonképpen háromtól kaptuk meg, hogy érdeklődik, leül, elmondhatjuk és eljön hozzá. Tehát, hogy vagyunk annyira fontosak, hogy egyáltalán szóba állnak velünk. Tehát én most az igazsághoz ez is hozzá tartozik, úgyhogy ez is egy elvárás a jelöltől, hogy ha oda kerül, akkor oda tegye magát. Hát szerintem tényleg ez a minimum. Ez a minimum. Igen?
Igazából itt felmerül a kérdés, hogy egy teljesen független jelölt mit tud elérni a parlamentbe, illetve hát mi az a lobby tevékenység, amiben valamilyen sikert, valóságos eredményt tud felmutatni. Nézd, én úgy gondolom, hogy független képviselőként sokkal nagyobb lehet a hangom, pont azért független vagyok, mint egy fideszes jelöltnek, aki egy lesz a sok csendben elő közül. Oké, de még a kiabálással, meg a hangon. Nem marad meg az iskola például, stb. Mert itt nagyon konkrét, gondolom, nagyon konkrét dolgokat beszélünk. Akkor viszont ő nem hisz a demokráciában, hisz a demokráciában nem arról szól a történet, hogy előbb van minden. Tehát ha azt látjuk, hogy most Veszprémbe is érkeznek a különböző kampánypénzek, és próbálják a várost megvenni, akkor rossz, hogyha ebbe az irányba megyünk el. Én abban hiszek, hogy függetlenként is, amiket én a programomban leírtam, a 3x3-as programba, azokat a programokat tiszta lelkiismeretben lehet vállalni, mert azt civilként is meg lehet csinálni. Lásd a tehetséggondozó programot, lásd a korrupció ellenes mozgalmat. Tehát ehhez nem kell kormánypárti képviselőnek lenni. Ez az egyik. A másik, hogy alapvetően ugye ezt mindenki tudja, ez egy ellenzéki szerep, amire én török. Tehát én nem egy kormányprogramot írok, és nem egy kormány frakcióba fogok beülni, parlamenti frakcióba fogok beülni, ami Fidesz-KDNP, hanem tényleg egy ellenzéki szerep, ami sokkal nehezebb, de sokkal nagyobb kihívás is. És azért gondolkozunk hosszú távra, és ne arra gondoljunk, hogy erőből meg lehet venni a falvokat, meg a városokat, és azt lehet mondani, hogy akkor adunk ide támogatást, ha itt szavaztok, hogy itt szavaztok. Pedig ez elhangzott telefonon. Ezt tudjuk, hogy elhangzott telefonon, és ezt mi is tudjuk, sajnos ezt nem vette föl senki még nekünk, pedig tényleg van. Majdnem átlántottam, csak nem volt ki. És látjuk azt, hogy most például a Veszprémben is tegnap elhangzott, hogy a 20 emeletes építésére. És 2010-ben szóló ugyanaz elhangzott. Elővettük a 2010-es cikket, meg elővettük a tegnap. Ugyanaz az emberi. Erről beszéltünk elég. Én szerintem ez nem demokrácia. Ezt mondom, hogy ami most van, az sajnos nem arra megy. Ez abszolút rossz irányú az országot is. Hogy ez? Önök is, bocsánat, 90-ben a rendszerváltáskor nem ilyen demokráciát álmodtak. Abszolút. Hát abszolút, senki. Tehát azért vagyunk gondolom most itt, hogy beszélgessünk erről, meg hogy valamit változtassunk. Tehát én se erről álmodtam 90-ben. A tudomásom szerint Navracsics úr jó véleménnyel volt önnek, mint hogyha olvastam volna régebben egy megnyilvánulását, lehet, hogy elszólt? Olvashattam, tehát hogy amikor beharangozták, hogy indulni fog, és akkor mintha egy mondat így elhangzott volna valamelyik újságcikkben, nem tudom, rosszul. Én nem tudom, nem olvastam szerintem, de semmi bajunk nincs egymásra különben, tehát köszönjük egymásra, amire elbeszélgetünk a találkozón. Nem, mert ugye sokan az emberek nem értik azt, amikor valaki belép egy pártba, majd utána kilép belőle, és akkor hirtelennyiben nem értik, hogy ez most miért van, meg hogy mi ez a párfordulás. Ez abszolút nem párfordulás. Tehát, hogy ez így felmerülnek az emberekben, meg ezt így ezek ilyen magyarázatra szoruló kérdések. Persze, hogy én úgy gondolom, hogy amit én hallottam 11 évvel ezelőtt, én most is ugyanazt hallom. És aki itt fordult, az nem én voltam, hanem a Fidesz. És tehát voltak olyan, tehát nekem a mai napig is mondanak azok a demokráciába vetett hit, amit én már nem láttam 2007-ben sem, 2004-ben sem a Fideszben. Tehát vannak természetesen ott is nagyon tisztességes emberek, tisztességes politikusok is, de sajnos ők vannak kisebbség. Hát, nem tudom, hogyha kis csoportos foglalkozásban sem te személy. Én szabadnak kérdezem, hogy miért van a mai nézőben, emellett állandó valaki, hogy egyik párhoz tartozik. Függetlenül. Hát én azt mondom, hogy én mondjuk egy pártas vagyok, sosem tartja. Még a szakszervezet is kiálltam, amikor a lányába jártam. Rájöttem, hogy az emberek voltak. Hát ha én nekem van egy pártom, akkor az a mögött kiáll. Nem független vagyok, meg kutyafülel, meg ilyenekből. Utána még akkor szépen lógózok a párt mögött. Itt nálunk is így van, különben az országban. Miért nem menni állulni valaki, hogyha én például fideszes vagyok, vagy MSZ-es, vagy mit tudom én. Értem, és nem tudom a választ, mert én egyik változatot tartozom. Azt mondom, hogy félek az emberek egymástól,
mint, hát tudom én, nem egyszerűen fölfogadottam, ami most vannak. Kinek az emberek? Már az egyik, hogyan mondjam, valamit mondtak, akkor már judaskodik utána, másik judaskodik, nem tudom, összefogás. Nos, na, dehogy nincs, hát 8 szervezet engem sárgatok. Tudom, ilyen is példa az összefogásra. Úgy legyen, én azt mondom, hogy legyen. Úgy legyen. Úgy legyen, de a tapasztalat mindig nem ezt mutassa. Még hát, hát ezért szeretnék valami más csinálni. Úgy volna, magának lenne egy olyan. Hát tényleg én azt mondom, hogyha, hát ugye, már itt is mindenki függetlenként én elő polgármást tették, de mindig. Utána, de végig csak kiderül, hogy hova húz. Polgármester aztán is független. Hogy te nem a polgármester azt szólt, hogy szerintem. Külföldi kérdés, hogy a gazdasági gyarándorlat. Itt olyan szólt, hogy most tudj is nagyon nagy az, hogy Egy újságcikken belül voltam, hogy az Isten volna kommunista, mert az látom, mert már egy vállalat, vagy a hónap, mindezek, akkor akarod. Teljesen igaza van. Ugye egy dörzsölőnek minden egy mosolyan a vállalat. Nem már vállalat, nem már fölvállalat. Azt az állat, amit ő gondol, mert ha nem úgy sikerül, akkor már vége. És remélem magát, hogy nem fog ki. Önök is jó egészséget kívánok, és viszont abban, hogy valami változást segítenek a ország. Köszönjük, hogy megtisztelt benneket el. Szeretnék azt, hogy még nem kapott, és olyan ilyesmi. Én most mondom, hogy Thank you.